Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Péntek, szombat, vasárnap. Az, hogy mi történik pénteken, milyen az energia, azt itt bal oldalon látjuk. Ha te egy hölgy vagy, kimutatod a bátorságodat, lépéseket teszel, vagy felé, vagy vannak más tervek, tehát aktív leszel. Szimbolikusan a kezedben van ez a kard. És az azt jelenti, hogy te ezzel a karddal el tudsz vágni valamit. Egy helyzetet, bizonyos kapcsolatokat, vagy félelmeket, bizonytalanságokat. Nagyon magabiztosan tekintesz egy bizonyos irányba. És azt érzed, hogy itt megvan a levegő eleme. Felszabadultnak érzed magad. Végre fel tudsz lélegezni, mert kilépsz egy bizonyos helyzetből. Amit ez a kép még jelent, hogy döntéseket hozol, és szeretnél vele beszélni. Itt látható, hogy van egy irány, mégpedig közeledsz feléje. A kezedben van ez a kávés csésze. És ez a kávés csésze jelenti a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Itt kacsingatsz egy kicsit. Kimutatod az érzelmeidet. Itt már mosolyoghatsz, hiszen tudod, hogy minden jóra fordul, hiszen itt a csillagok szerencsét hoznak. Szombat itt látható. Te vagy a főpapnő. Ez jelenti a spirituális területet, meg a bizalmat is, hiszen tudod, hogy minden úgy lesz, ahogy ez a sorsok könyvében meg van írva. Itt alszol a fa alatt. Kicsit horkolsz, de nem baj. Az a lényeg, hogy vannak álmok. És amiről álmodsz, annak van egy jelentősége. De azt is jelentheti, hogy álmodozol. Vannak tervek nálad, és itt az arany érmék azt jelentik, hogy ez megvalósul, hiszen szimbolizálják a föld elemét, a reális dolgokat. Lehet, hogy idő kérdése, hiszen ott van a fa, és a fának is időre van szüksége, amíg gyümölcsözik, amíg megjelennek az arany érmék. Ez lehet anyagi jólét, ez lehet egy munkahelyi változás, vagy hogy lesz egy közeledés, és megkapod az elismerést, hiszen értékel téged. Az érméknél belső értékekről is szó van. Az a fontos, hogy meglegyen a belső nyugalom, a kiegyensúlyozottság, a belső harmónia. Akkor itt csoda fog történni. Vasárnap az itt látható, ez a férfi kezében tartja a csészét. Igaz, megjelenik a hal is, ami fontos a csészénél, hogy jelenti a víz elemét. Tehát az érzelmeket is kimutatja az érzelmeit, sőt, átnyújtja az arany érmét is. Ez lehet egy anyagi segítség, egy munkahelyi ajánlat, de jelenti a belső értékeket is, hogy ő értékel téged. De vannak elvárásai, hiszen ő a király, és elvárja azt, hogy te bókolj neki, hogy úgy tekints rá, mint egy királyra. És látható a kezében ez a bot, jelenti a tűz elemét, kimutatja a bátorságát, a lelkesedését, elmondja azt, hogy milyen ügyes, hogy ő mindent megteremt, sőt, ő kimutatja itt az érzelmeit, lesz anyagi segítség, mindent megtesz érdekedben, de úgy áll itt, mint egy király.
és azt szeretné, ha te úgy viselkednél vele, mint egy királlyal. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, köszönöm szépen. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!